Itt vagyunk a Divatikonnal a zöld pádomban, mellettem pedig Bály Alex, aki a napomban fog Malmönbe utazni az Eurovíziós Dalfesztivál miatt. Alex, ugye lassan 2 hónapja véget ért a dal, mennyit változott azóta az életed? Hol vetted a sapirat? Tök jó szerintem egyébként, ez az első kérdésem, hogy hol vette a riporter a sapiát, majd megkérdezem utána. Mennyiben változott az életem? Hát sokban. Tehát ezelőtt 2 hónappal nyugodtan kimehettem a zöldségeshez és vehettem valamit. Most meg megismernek, mondjuk fotót kérnek, aláírást, hogy örejönnek, beszélgetnek az Eurovízióról, vagy elmennek mellettem, kedvesem, mondjuk így. Úgyhogy ilyen szempontból sokat változott, így tanulom az emberekkel való bánást, úgymond, mert hogy én picit ilyen beforduló típus voltam. Biztosan nem véletlen az, hogy én kerültem ebbe a szituációba, mert valami üzenet az univerzumtól, hogy tanuljak meg bánni az emberekkel. Szerdán utazol Malmöbe az Eurovíziós Dalfesztivál miatt. Hogyan fog zajlani az utazás? Mesélj erről egy kicsit. Rettegni fogok szerintem. Nem repültem még. Valamiért elkerültem eddig egész életemben. Olyan helyekre mentem, ahol repülő nélkül meg tudtam az utazást oldani. Úgyhogy félni fogok. Igazából nem tudom, mit váratok a repülőúttól. Ott pedig szerintem fogunk bicajozni, már kinéztük, hogy hol lehet bicikliket bérelni, meg lesz próba, meg soundcheck, meg ilyesmi, amit muszáj, meg találkozni kell helyi arcokkal, akikkel kell. Meg ha minden jól megy, akkor ott fogok majd egy svéd fickóval tatováltatni is egyet. Ja, meg lesz az Eurovízió. Az így mellékesen. Tehát a repülőútól jobban félsz, mint ott a több milliós ember nézettségétől? Igen, határozottan jobban félek. De lehet, hogy ez butaság, tehát aki repült, ez biztos azt gondolja, hogy de vicces. De egyébként igen, tehát nem tudom, mire számítatok a repülőúton. Nem véletlen az, hogy 28 vagyok, és még nem repültem. Most volt itt a zöld pádomban egy sikeres koncerted. Annyira sikeres volt, hogy egy női fehérnemű is felkerült a színpadra. Ez neked milyen visszajelzés így a rajongóktól? Nem is volt időm felfogni, mert valamiért Dani visszarúgta a fehérneműt. Meg is lepődtem, hogy hé, ez az én bugyim, így gondoltam magamban. Nagyon aranyosak, tehát tényleg ott álltak sokan, és várták fotót, meg ráírtam a testükre, ami még nekem is meglepő. Hát szoknom kell ezt a helyzetet egyébként. Hazudnék azt, mondanám, hogy jó, hát ez lazán egyszerű, mert nyilván kimész, sok emberrel kell kommunikálnod, és igazából úgy kell kommunikálnod, hogy ők jól érezzék magukat, ami szerintem amúgy annyira nem egyszerű. Térjünk vissza az Eurovízióra. Mennyit próbáltatok egyébként, vagy hogyan készültél fel az eseményre? Minden nap próbálunk egyébként. Hétvégén nem, de amúgy minden nap lemegyünk és próbálunk minden dalt, mert ugye nyilván ugyanazt a dalt próbálni igazán unalmas lenne. Igazából igyekszem szokni a dalt, mert az, hogy megírod, és akkor elkezdik játszani a rádiók, az nem ugyanaz, hogy te a színpadon együtt élsz a saját daloddal. Szerintem amúgy ez egy hosszas folyamat, úgyhogy igen, elég sokat kell próbálnunk. A dalt egyébként milyen nyelven fogod előadni? Lesz-e benne svéd rész esetleg? Hát nem lehet, a bürokrácia útvesztőiben ez meghiúsol, de én felénekeltem svédül, és kitettem a YouTube-ra is, megcsináltam, viszont ott magyarul fog elhangzani. Láttad egyébként a többi országnak a jelöltjeit? Van, akit esélyesnek tartasz, hogy mennyire érzed ütősnek a dalodat a többiekével szemben? Figyelj, mindenki esélyes, mindenkinek 50%-a van arra, hogy nyerjem. Nem néztem meg még a dalokat, 1-2-t láttam. Nem latolgatom, ugyanúgy, ahogy itthon voltam, itt sem foglalkoztatott az, hogy vajon hanyadik leszek. Ott is igyekszem ezt kizárni, egyszerűen annyi a lényeg, hogy felmegyek a színpadra, és hogy a saját dalomat őszintén elénekeljem. A dalaid, illetve a stílusod alapján elég nagy érzelmi világgal rendelkezel. Mennyire vagy izgulós egyébként, itt most nem a repülőútra gondolok, hanem az Eurovízióra így konkrétan. Lesz nálad valami kabala esetleg, ami segít majd? Nem vagyok egy kabalás típus, nem hiszek az ilyesmiben, hogy a tárgyak szerencsét hoznak az emberekkel, de vannak olyan tárgyaim, amik viszont minden nap nálam vannak, a Dal című műsor alatt is ott voltak, és most is ott lesznek, hogy majd meglátjuk, az univerzum ismétli önmagát, vagy nem. Mik ezek a tárgyak? Van egy ilyen kis malacom, kaptam egy ilyen kis malacot, és ez mindig véletlenszerűen ott volt a táskámban ez a malac, most is elviszem magammal, ő az egyik például.
így a kritikák, illetve a pozitív visszajelzések mennyire erősítenek, illetve szívnak le lelkileg? Pozitív visszajelzéseket elolvasom, úgy veszem, hogy valamivel azok az emberek egyet értenek, amit én csinálok. Nyilván, ha valamit csinálsz, akkor, és kiteszed az emberek elé, akkor kapni fogsz negatív kritikát is. Akkor is hazudnék, ha azt mondanám, hogy volt olyan, ami nem bántott. Nem úgy, hogy magamba zuhantam, és akkor néztem a plafont, hanem mondjuk inkább fölbosszantottam magam, és azt gondoltam, hogy te jó ég, miről beszél ez az ember egyáltalán, nem is ismer, vagy nem is tud rólam semmit. De igyekszem. Biztos az Eurovízió után is bizonyos esetben, ha úgy alakul, lesz egy ilyen kör, de az én véleményemet sem a zenémről, sem a világról, sem a zenéről úgy általában, sem pedig az emberekről nem változtatja meg ez az egész, úgyhogy... Persze, több interjúban, illetve a koncertjében is megemlíted Miskolcot, ahonnan jöttél. Azért kérdezem, mert én is Miskolcra jöttem, egyébként szorosan kötődsz a városhoz? Hát letagadhatatlan. 8 évig ott tanultam, dolgoztam, igazából a szellemi és emberi érésem az ott kezdődött, ilyen viszontagságos kapcsolatban vagyok a várossal, így szeretem is, meg gyűlölöm is. Úgy érzem, hogy Miskolc is nagyon sokszor belém rúgott már az életem alatt, nagyon sok rosszat éltem meg ott, viszont meg a sok jót is megéltem abban a városban. Úgyhogy hát ez acélváros, ez tényleg szorosan összefonódik az agyammal. Hát köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk, illetve jó utazást! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk